Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon! A mai videóban a párkapcsolatról, vállásról, illetve a házasságkötésről lesz szó, és arról, hogy hogyan kapcsolódik -e ez a modern filozófiához, hozzáálláshoz, amivel az emberek közelítenek ehhez az intézményhez illetve mi is okozhatja azt, hogy ilyen erőteljes és ilyen hatékony támadás alatt áll mindez. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Még mielőtt valaki félreérteni azt, amit mondani szeretnék, én egyáltalán nem arra bíztatok senkit, hogy kössön házasságot, sőt, hogyha lehet, akkor én az ellenkezőjéről igyekszem meggyőzni mindenkit. Az oka ennek nem az, hogy azt szeretném, hogyha vadházasságban, vagy élettársi kapcsolatban, vagy paráznaságban élnének az emberek, Sokkal inkább szeretnék mindenkit megóvni attól a csalódástól, ami vár mindenkire, amennyiben a házasságot vagy akár élettársi kapcsolat bármi egyebet választ. A szekuláris beállítottságúak feltételezem nem fogják ezt megérteni a hívők talán, azok pedig akik a keskeny utat járják, azt hiszem, hogy mindenképpen azonosulni tudnak majd ezzel a gondolattal cikk, ami ihletet adott ehhez a videóhoz, a 24.hu-n jelent meg a kísértés című sorozattal kapcsolatban, ami egy vetélkedő, ha jól értelmeztem, pároknak. Tisztában vagyok azzal, hogy az ehhez hasonló műsoroknak, meg mint ahogy ennek is, szerintem van egy forgatókönyve, nem egészen organikus a történet, ami ott zajlik. Így vagy úgy mindenképpen megdöbbentő, a cikk címe szerint Linda döntött kapcsolat a sorsáról, miután végignézte, hogyan csalta meg őt a párja. Úgy teszem hozzá, ami a legbizarabb az egészben, hogy vasárnap startolt el a kísértés című reality, miután a párokat a műsor elején külön választották. A lányok villájában már az első napon felvillant a hűtlenséget jelző lámpa, a tábortűz ceremónián kiderült, hogy Gergő volt az, aki többször is csókolózott Szintiával. Kijelentette továbbá, hogy nem fog emiatt bocsánatot kérni, ugyanis nem bánja a történteket. <laughs> a hűtlenségről tanúskodó jeleneteket Gergő párja Linda előtt is levetítették, aki a felvételek láttán hamar döntést is hozott a kapcsolat jövőjéről. Ennek a kapcsolatnak ma itt vége van. Köszönjük, mehet. Isten hírével, ez visszafordíthatatlan, nincs is szükségem több videó nézésre, mert nem fog semmit megváltoztatni. Se drasztikusan nem fog formálni, megszabadultam egy óriási tehertől, jelentette ki Linda, majd hozzátette, én azt gondoltam, ha ez nem is szerelem, de egy egymás iránti tisztelet az elmúlt időszakra visszanézve azért van. Megígérte nekem, hogy nem fog megalázni, ezt sem tartotta be, nem tudok egy ilyen emberrel együtt élni, nem is akarok egy másodpercig sem tovább. Soha nem jelenthetjük ki azt bizonyossággal, hogy nincsen lejjebb a kísértés, azonban úgy gondolom, hogy megcélozza a legalját ennek a képzeletbeli szemetes hordónak, de ezt mindenképpen észben kell tartania mindenkinek, hogy bizonyos dolgokat nem lehet visszacsinálni, az ember újjá születhet, elfogadhatja Jézust Istent. Amit csak akar, de vannak olyan tettek, amelynek a következménye maradandó. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fontosabb dolgok az életben, azok mindenbe a kategóriába tartoznak. Kevés fontosabb dolog van az életben, mint a párkapcsolat. Tudok egy jelenetet. Hajdú Péter Frisbee című műsorából, amelyben interjút készített Niki bellucci -val. Jó, akkor a odáig, hogy azt mondta, hogy próbált ki egy filmben is mm. magad. Ez a megoldás a problémára. És akkor másfajta férfiakat fog vonzani majd az anyő, és nem kell visszanéznie az időben és keseregnie, hogy jaj, ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is milyen volt. Ő maga választotta ezt, szóval miért sajnáljam? Fiatal volt? Persze, csinálunk a körségeket rendben. De miért csinálta az egészet? A pénz miatt. A könnyű pénz miatt. Értem azt is, hogy a probléma sokrétű, az emberek nem kapják meg a figyelmet, meg a szeretetet gyermekkorukban. Különösen a lányokat érinti ez érzékenyen. Ha hozzáadjuk ezt, hogy az apák egy jelentős része nincs a családban, az csak tovább rontja a helyzetet, ezért keresik ezt aztán a közösségi média oldalakon. És a legegyszerűbb egy nő számára elérni ezt azzal, hogyha a külsejét mutogatja. Ezen a ponton talán átérnék és végezetül a férfiakról néhány szót. Én azt is megértem, hogy nagyon nehéz ellenállni a kísértésnek a férfi oldalról, meg a csábításnak. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuautja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a jahuautja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve jahuautja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem, nem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja!